Csak a pollen koncentráció változik, az allergiaszezonok állandóak minden évben megismétlődnek. Jelenleg elsősorban a gombák és a pázsit főfélékontják pollenjeiket. Július közepén, augusztus elején azonban már javában virágzik a parlagfű és a többi gyomnövény. Ide haza nagyjából minden ötödik ember allergiás. Ez azt jelenti, hogy minden évben ugyanakkor jelentkeznek náluk a megszokott nátha szerű tünetek. Sokan azonban nem gondolják magukról, hogy a és szemviszketést energia okozza, az ott el 35 perc című műsorunkban. Fel kell még hívja a figyelmünket, ha a környezetünkben nincsenek mondjuk vírusos, megfázásos betegek, illetve ezek az allergiás tünetek, ezek a kínzó tünetek egy-két-három napon belül nem javulnak, aspirinre nem javulnak, ugye a hagyományos náthához képest, akkor gondolni kell, hogy talán allergiás megbetegedésben szenvedünk. Nagyon fontos, hogyha ez felmerül, forduljunk szakemberhez, mutassuk ki, tudjuk meg, hogy tulajdonképpen mire vagyunk allergiások, és a következő szezonokban már tudjunk erre felkészülni. Idehaza Csongrád és Zana megye mellett szabolcs verekben van a legtöbb pollen a levegőben. A légszennyezettség és a parlagon lévő területek csökkentések kevesebb pollen eredményezne. Ennek érdekében azonban nem sokat tehetünk. Aki tudja, válaszolja ilyenkor a vízpartokat, vagy utazon el a hegyekbe, vannak viszont egyszerűbben megvalósítható hétköznapi praktikák és tanácsok is, amelyeket megfogadva sokat segíthetnek állapotukon az allergiások. Az Első és legfontosabb a pollen terhelés csökkentése. Ezt akár úgy is el tudjuk írni, hogy ugye korai reggel és késő este, amikor a légnyomás változik, akkor a legnagyobb a, a föld körül a pollen koncentráció, ilyenkor ne szellőztessünk, ne tegyük ki az ágyneműt, ne tegyük ki a mosott ruhát, ugye, mert arra egész nap rárakódik, behozza, és az esti órákban vagy a lakásban szórja a pollen. Aki szakállas, bajszos férfi, az minden nap mossa meg a szakállát, napi rendszerességgel hajmosást is javasolni szoktuk. Az allergia kialakulásának genetikai okai is vannak. Itt sokakban mondhatni újra termeli magát ez a gyógyíthatatlan betegség. Az azonban már teljesen egyén függő, kinek mi válik be, a készítmények sora pedig igencsak széles a gyógyszertárakban. Érdemes lehet így először orvossal egyeztetni.